network építő képesség és megtartó képessége miatt, ugye a divat, tehát haute couture szalont vinni, az azt jelenti, hogy a kliensek azok a mindenkori elitből tevődnek ki, ergo ő neki a mindenkori előtte kellett kapcsolatot felvenni, és az őket kellett kényeztetni, neki kellett szép ruhákat készíteni, már mint a hölgyeknek. És tulajdonképpen az, hogy mindig siker, neki erre volt szükség ahhoz, hogy működni tudjon. És ehhez, hogy ezt jól csinálja, ehhez kellett vele született képesség. Mert ugye ezt nem tanulta, hanem valahogy hozta, hogy hogyan kell. Nyilván a szép ruhák nyelve egyébként elég könnyen, elég nagy meggyőző erővel bír. Paktumot kötött egy megfelelő elvtárssal, tehát hogy eladta magát annak, hogy ő tudja, ő lesz arra képes, hogy megcsinálja az új rezsimnek a divat kirakatát. És ő fogja ezentúl kényeztetni a most új elitnek az asszonyait a szép ruhákkal, és mindez töredékáron. Tehát, hogy az viszont hozzátartozott ehhez a dealhez, hogy ezt csak abban az esetben tudja megcsinálni, hogyha ő ugyanúgy kiutazhat Párizsba, mint ahogy azt korábban tette a saját maga pénztárcája a terhére. Már 56-tól, vagy 57-től, viszont már az állam bücséjével gazdálkodott. Szerintem a kreativitás nem csak tervezési szinten nyilvánul meg, tehát ez a nő roppant kreatív volt. A megélhetését, tehát hogy a fennmaradását, illetve maga a szalon működtetésében elképesztő kreatív, meg a mindennapjaiban. Úgyhogy ehhez az is hozzátartozott, hogy ő mindig azt a modellt vitte, ami a legsikeresebb volt számára. Az, hogy a francia modelleket másolja, az a két világháború között elvárás volt, később se volt rossz. Mert hogy pont avval, hogy ő olcsón tudta ezt csinálni, ezzel teremtette meg a klientúráját. Egyértelműen öngyilkos. A családban is így maradt fönt, illetőleg őhozzá legközelebb álló személyek, akár a kedvenc manőkenyétől kezdve munkatársain át, mindenki a fogát határozta meg, mint az öngyilkosságnak az oka. Tehát egy kilöködő implantátumról, felső implantátumról beszélünk, ami egyrészt állandósult fájdalommal járt, ami mondjuk még a fájdalomcsillapít is az ember, de ez egy állandó kellemetlenség, ugyanez a kellemetlenség megvan, nem esztétikai, hanem érzetileg, tehát hogy ennek kellemetlen szaga van, ugye egy ilyen gyulladásos, gennyes folyamatnak. Úgyhogy a hiúsága révén, hogy ezt az implantátumot húzta, halasztott, nem akarta kiszedetni, pedig ez lett volna a megoldás, de ő fogatlanul nem... Tehát azt gondolom, hogy egy divat királynő fog nélkül értelmezhetetlen. 73 éves hölgyről beszélünk, aki pontosan tudta azt, hogy nem a saját tulajdonú a szalonja, hanem egy állami szalon, ahol vannak vezetők, vagy hát fölötte álló emberek, és hogy felmerülhet ugyanakkor az utódlásának a kérdése. Én azt gondolom, hogy egy hölgy, aki divat királynőként tekint magára, az nem megy nyugdíjba, az nem szeret fogatlan lenni, aki mindent megtesz azért, hogy az ő imázsa, az a márka védjegye is legyen, az azt gondolom, hogy akkor hagyja abba, amikor még a csúcson van.